Szeretettel és tisztelettel köszöntünk mindenkit az idei második szabad egyetemi előadásunkon. Külön köszöntöm előadónkat, aki messzi helyről jött, és egy igen izgalmas témát hozott el közénk. Ráadásul, akik itt lokálpatrióták vagyunk, tudjuk nagyon jó, hogy Dezsőfi József személye, vagy ahogy itt mondják, Dezsefie személye, ez fontos számunkra, úgyhogy hallgassam be Vaderna Gábort, az ELTE BTK 18-19. Századi magyar irodalomtörténeti tanszékének irodalomtörténészét. Izgalmas témát hozott el nekünk, 19. század eleje, egy különleges ember, aki kastélyát ide helyezte Bücsen Mihályra, író volt, politikus volt, és úgy gondolom, izgalmas téma lesz előttünk is, főleg mert, hogy lesz egy kis meglepetésünk a mai napon. És még mielőtt elkezdődne az előadásra, kérjem meg Sipos Ibolya, a polgármester asszonyt, hogy néhány szóval köszöntse az együtteket. Köszönöm szépen. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent. Polgármester úr sajnálatos betegsége miatt hárult rám ez a feladat, hogy ma én mondok itt egy pár szót, és igazából nagyon kevés időm volt arra, hogy erre felkészüljek, de néhány dolognak azért utána néztem, és főleg gyerekkori emlékeimből táplálkozna az, amit szeretnék mondani, mert én olyan szerencsés voltam, hogy az én nagymamám még tudott nekem mesélni azokról az időkről, amikor még a grófi családból az ő nagyszüleivel és a családtagjai dolgoztak a kastélyban, és nagyon sok érdekes dolgot mesélt róla, és valóban azt szűrtem le ebből, hogy ők milyen szerencsés volt az a község, az a település, ahol egy ilyen grófi család megtelepedett, mert a munka lehetőségeken kívül nagyon sok kulturális értéket adott annak a településnek, és azt gondolom, hogy nem csak régen, hanem napjainkban is ad és adhatna. Sajnos a Dezsefi család, vagy Dezsőfi család, ahogy Zsuzsi mondta, kastélya nagyon leromlott állapotban van. Nem régen látogattam el oda, és látom, hogy milyen lepusztult állapotban van. Még abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az én apukám nevelőtanárként dolgozott a szakközépiskolában, és én gyakran belátogattam oda, amikor ő még ott a kastély épületben dolgozott. És kisgyerekként olyan sokszor elképzeltem, hogy milyen szép lehetett ez a park, milyen jó lehetett itt a grófoknak az élete, és milyen szép környezetben élhettek. És nagyon sajnálom, hogy most már ilyen lepusztult állapotban van, mert én úgy gondolom, hogy az itt élő emberek sok mindent köszönhetnek annak, hogy ez a grófi család ide telepedett, és egy kicsit talán hálásabb utókor lehetnénk, mint ahogy a sajnálatos eseményről is hallottunk nemrégen, hogy a Dezsefi család kriptáját is kirabolták, és én azt gondolom, hogy valahogyan meg kellene próbálnunk, és azt hiszem, hogy minden erőnkkel rajta leszünk, hogy megpróbáljuk valamilyen módon anyagi segítséget szerezni, akár pályázattal, akár máshogyan, hogy ezeket az értékeket meghagyjuk és megőrizzük. Én nagyon nagy érdeklődéssel és kíváncsisággal hallgatom majd az előadást, mert úgy gondolom, hogy vannak fehér foltjaink, amit nem tudunk erről a családról, és mindenkinek hasznos időtöltést kívánok. Köszönöm szépen! Polgármester szavait, tehát igen, vannak olyan témák, amit majd az előadás után szerintem szabadon fel is tehetünk a családdal kapcsolatosan, nem csak Gáborhoz. Miért is mondom ezt? Mi hozzánk is a múzeumi dolgozókhoz is. Ez az év a tudományos kutatásunkban egy fontos év lesz. Úgy gondoltuk, hogy a Dezsőfi családnak szenteljük ezt az évet. Fontos az, hogy tudatában legyen a község is, tudatában legyen a megye és az ország, hogy mit alkottak ezek az emberek, akik itt éltek, és történészünk is ebben a témában fog kutatni, és már előre szeretném vetni, hogy szeptemberben nagyon szeretnénk egy Dezsőfi család konferenciát szervezni, és az összegyűjtött kutatási anyagot beszeretnénk majd mutatni mindenki számára. Hát reméljük, hogy majd a műemlékek is egyszer majd olyan állapotban kerülnek, hogy díszei lehetnek a városunknak. Úgyhogy most már nem szaporítom a szót, hogy Gábor, tiéd a teret. Köszönöm szépen. Sok szeretettel üdvözlök én is mindenkit. És hát a mai előadásban először arra teszek egy kísérletet, hogy vázlatosan bemutassam, hogy
Dezsőfi József nevű ember, aki itt a képét láthatják a hátam mögött, ez nagyjából ki volt és mit csinált a 19. század első évtizedeiben, és utána egy példát szeretnék még mutatni a Dezsőfi-Kazinczy levelezésből. Mielőtt ebbe belekezdenék, előjáróban azt mesélném el, hogy hogyan találtam rá én erre a témára. Ez tulajdonképpen egy véletlen volt. Én eredetileg nem dezsőfieket akartam kutatni, nem velük foglalkoztam, hanem engem az a probléma érdekelt irodalomtörténészként, hogy a 19. század elején van egy olyan jelenség, hogy az emberek a mindennapi életükbe beépítik az irodalmi tapasztalataikat. Ez azt jelenti, hogy olvasnak valamit, és ez az olvasmány élmény olyan szinten hat rájuk, hogy a mindennapi életükbe visszaforgatják ezt az olvasmány élményt, és elkezdenek úgy élni, ahogy a könyvekben olvasták. Ez egy embertípus volt, amit érzékeny embertípusnak nevezünk. Remélhetőleg menet közben ki fog derülni, hogy ez Dezsőfi esetében, Dezsőfi József esetében nagyjából mit jelent ez a probléma. De én úgy találtam rá, hogy egyszer kezembe került egy vékony kis könyvecske, ami Dezsőfi Józsefről szólt. Ez egy 19. század végi életrajzi kis monográfia volt. Máig az egyetlen, amit Dezsőfi Józsefről, vagy hát már, most már nem az egyetlen, de sokáig az egyetlen volt, amit Dezsőfi Józsefről írtak. És akkor én rájöttem, hogy az összes téma, ami engem érdekel, az benne van ebben az emberben. És ezek után mentem el levéltárakba, kézirattárakba kutatni, és kiderült, hogy valami egészen elképesztő mennyiségű levéltári anyag áll rendelkezésre, amelyek különböző archívumokban találhatóak meg. Ugye a levéltárakban ezt iratfolyóméterben szokták mérni, ami ugye azt jelenti, hogy egy iratfolyóméter az egy méternyi irat, úgyhogy egymásra stúcsolják a szövegeket, és mondjuk az országos levéltárban csak Dezsőfi Józsefről van egy olyan 5-6 iratfolyóméternyi anyag, ami nagyrészt tőle van, tehát hogy ezeket ő írta. Tehát döbbenetes mennyiség, és ez csak az egyik fontos archívum volt, ahol mutathattam. Olyan gazdag volt az anyag, hogy végül ebből írtam egy doktori disszertációt, és egy két évvel ezelőtt ez megjelent könyv, amit fel tudok mutatni így a távolból. Látják, hogy sok iratfolyóméternyi anyag azt kívánja, hogy az ember vastag könyvet írjon róla. Ez Dezsőfi Józsefről szól monográfia, és most a továbbiakban nagyjából ennek a tapasztalatait fogom összefoglalni és elmondani önöknek. Az egyik kérdés az az, hogy miért is maradt ki ez az ember sokáig a történeti elbeszéléseinkből, miért is maradt ki az irodalomtörténeti és a történelmi elbeszélések fősodrából. Nehéz válaszolni, mert tulajdonképpen nem is maradt ki, hanem mindig ott volt. Bármilyen korszakkal foglalkozó szakkönyvet megfogunk, hátralapozunk a névmutatóhoz, Dezsőfi József ott lesz, és látszik, hogy rengeteg említést kap, de vele, kimondottan vele nem foglalkozott senki, ő volt a magyar történelemnek is, és a magyar irodalom történetnek is a nagy mellékszereplője. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan valakinek az árnyékában jelent ő meg. Az irodalom történetben leginkább Kazinczy Ferenc árnyékaként, míg a történelemben leginkább Széchenyi István árnyékaként jelent meg, de önértékét tekintve nem igazán foglalkozott vele senki. A másik, ami feltűnő, hogy Dezsőfi hol az irodalom történetben, hol a történelemben jelenik meg, de soha senki nem tett arra kísérletet, hogy összerakja ezt a figurát, hogy lehet az, hogy a
az egyik legfontosabb történelmi szereplő, az egyik legfontosabb irodalomtörténeti szereplő is egyszerre, és hogy ezek nem külön dolgok, hanem ezek nagyjából egy időben egyszerre zajlottak. Kezdjük talán az életének a történetével. Dezsőfi József 1771-ben született, és grófi családban, ami azt jelentette ebben az esetben, hogy a grófi családok akkor szervezték hatékonyan az arisztokrata családok az életüket, hogyha megpróbálták a családi birtokot, a családi vagyont viszonylagos egységben megőrizni. Ez viszont azt kívántatott, hogy a családi vagyonnak a döntő részét azt általában egyetlen egy férfi örökölheti, a többiek pedig vagy kisebb birtokokat kapnak, vagy pedig jobban teszik, hogyha elmennek más pályára, ami ebben az időszakban a szóba jöhető pályák, ugye az egyházi pálya, ami a Dezsőfi családban amúgy nem volt divat, de mondjuk az eszterháziak vagy a Széchenyiek szívesen adták a kisebbik gyermekeket egyházi pályára, lehetett volna belőle egy püspök valahol. Lehetett katonai pályára menni, itt a napóleoni háborúban egy rövid ideig Dezsőfi katonáskodik is, kipróbálja a katonai pályát, de testi adottság, napóleoni háborúban leesik a lóról, és utána nem alkalmas a katonai pályára a továbbiakban. És ott van még a hivatali pálya, amihez külön képzés szükségeltetik. Dezsőfi József második gyerek volt, második fiúgyermek a családban, ami azt jelentette, hogy a nagyobb birtokot nem ő fogja örökölni, és ezért az édesapja egy különleges neveltetést talált számára, ami a korban eléggé fura módon zajlott. Az még rendben van, hogy házi nevelőt szerzett mellé. A kisebb gyermeknek jó neveltetést kell adni, nagy műveltséget, írástudó emberré kell tenni, nagyon meg kell tanulni a latinul, azért, hogy a hivatali világban, a jogi szaknyelvben egyáltalán egy ilyen kvázi értelmiségi létezésben jól tudjon érvényesülni. És a korszak egyik neves történészét szerződtette le az édesapa, Koppi Károly nevű történészt. De most... nem? Megvan. Koppi Károly a maga korának az egyik legismertebb történésze, ma már nem annyira ismert, mert az összes műve latinul íródott a kor tudományosságának megfelelően. Őt szerződtette le a Dezsőfi család József mellé, ez idáig még teljesen szokványos is, gazdag család nagyon jó nevelőt szerez, ami nagyon szokatlan, hogy amikor a nevelő a pesti egyetemre kerül egyetemi tanárnak, kinevezik professzornak, akkor a diákja követi őt, és az ifjú gyermek Dezsőfi József a nevelővel együtt megy, tehát nem a nevelő követi a tanítványát az útján, hanem megfordul a dolog, és Dezsőfi József az, aki megy a Koppi Károly után, és amikor Koppi Károlyt bizonyos szabadkőműves nézetei miatt kirúgják a pesti egyetemről és Kolozsvárra kerül tanítani, akkor az ifjú Dezsőfi gróf ide is követi, és megy utána. Nem sok mindent lehet tudni a gyermek Dezsőfi Józsefről, de azt lehet, hát a későbbi figurának a szerepléséből, illetve hát néhány információ azért van, hogy valószínűleg egy csoda gyerek volt, aki nagyon gyorsan megtanult nyelveket, és nagyon gyorsan megtanult latinul, és hihetetlen méretű klasszikus műveltségre tett szert. Ugye kisgyerekként Koppit követi az egyetemhez, tehát egy egyetemi oktató a magántanára, és bejár a Budapesti Universitasra, és hallgatja gyermekként az előadásokat és az órákat, úgyhogy a 18. század végének egyetemi oktatói tanítják őt tulajdonképpen. Mit jelent ez a klasszikus műveltség? Ez azt jelenti, hogy
ugye korábban ezt úgy mérték, hogy az tekinthető igazán művelnek, aki fejben tud tartani nagyobb mennyiségű szöveget. És Dezsőfi esetében ez olyanokat jelent, hogy mondjuk Vergiliusnak az Éneis című eposzát, ami 12 hosszú énekből áll, ugye egy ilyen vastag könyv, azt fejből tudta. Tudta Horácius összes műveit fejből, és latin történetírókat, Sallustiust és Tacitust is tudott bármikor fejből egész történeteket előadni latin nyelven. És hát megtanult ráadásul egyéb nyelveken is, tehát tudott ógörögül, tudott hát a korszakban egy arisztokrata tudott németül, meg franciául, latinul, de ő, ami különleges ebben az időben, hogy megtanult angolul is és olaszul is. Később, amikor költészettel foglalkozott, verset írni, ami ugye hát már egy emelt szintű nyelvvizsgánál is magasabb szint. Ugye tudott természetesen magyarul, latinul, mert latinul tanult meg verset írni először, de tudott verset írni németül és franciául is. Tehát egy hihetetlenül művelt ifjú ember, aki követi a nevelőt, majd amikor megfelelő iskoláztatásra tett szert, akkor elindul egy hivatali pályán. Ugye hogyan indul el ekkor valaki egy hivatali pályán? Első körben egy főispán mellé kerül és elmegy egy országgyűlésre a főispán segédjeként, embereként, ami azt jelenti, hogy nagyon sokszor ő ül be az ülésekre a főispán helyettesítőjeként. Ez Sztárai Mihály, ez a főispán, itt Sztárai Mihály is a korszaknak, ő is ezen a vidéken volt birtokos, ő is a korszaknak egy nagyon különleges embere, ez amit itt tegnap este találtam az interneten, írt egy zeneművet, és annak a kiadott kottának az első oldala, ugye három polonész című zeneműről volt, nagyon híres volt az angol kertje Sztárai Mihálynak, tehát ezekből az elemekből is látszik, hogy ő is azért a korszaknak az okosabbik feléhez tartozik. Ezek után elkerül Pásztori Sándor mellé Fiuméba, ami hát innen elég messze van, ugye az Adriai tenger partján. Ekkor a Habsburg Birodalom, sőt a Magyar Királyság része, de önálló kormányzóságban, Fiuméban, és az ottani kormányzóhoz, Pásztori Sándorhoz kerül titkárnak. Most itt van az első jel, hogy történik valami. Ugye ez 1792-93, amikor Fiuméba kerül. Ekkor már zajlik a francia forradalom, elindulnak a Franciaországgal szembeni háborúk, és ekkor már vészesen közelít a jakobinus diktatúrának az időszaka Franciaországban, és itt valami már történik az ifjú Dezsőfivel, pontosan nem lehet tudni, hogy mi, de egy év után kirúgják az állásából, tehát Pásztori elbocsátja. Dezsőfi kihasználja az alkalmat, és nem jön haza, ha már ott van délen, hanem Itáliában tesz egy körutazást, utána hazajön, és aztán ugye mondtam, hogy a szabolcsi felkelő seregnek az egyik tagja, tehát a napóleoni háborúban, vagy még azelőtt, mint franciaországi 1795-ös háborúban már szerepel, és aztán Homály. Most ami nagyon különös, mondtam, hogy hány iratfolyóméter anyagot találtam, ebből erre az időszakra, amit eddig összefoglaltam, semmi nincsen. Minden eltűnt. A fiatal Dezsőfiről egyszerűen nincsen adat. Lehet tudni, hogy szorványos adatokból, hogy levelezett a korszak kolozsvári értelmiségével, költőkkel, tudósokkal, professzorokkal, onnan lehet tudni, hogy náluk Kolozsváron mondjuk fennmaradt egy levéltöredék. Mit tudom én, Voltairenek a lisszaboni földrengésről című, lisszaboni földrengés kapcsán írott nagy költeményét lehet tudni, hogy lefordította, mert egy töredék fönnmaradt Kolozsváron. De minden elveszett, ami erre az időszakra vonatkozik. Most mit jelenthet ez a negatív információ, hogy nincsenek adatok? Ez azt sejteti, hogy
Dezsőfi valamiképpen belekeveredhetett a jakobinus összeesküvésbe, vagy legalábbis úgy sejtette, hogy nyomozni fognak utána, és valószínűleg egy szép napon hazament, fogta az összes irományát és bedobta a kandallóba, hogy mikor a vizsgálóbizottság odaér, ő neki már ne legyen semmi gondja. Lehet tudni, hogy ezt a gesztust ebben az időben elég sokan gyakorolták. Ne derüljön ki, hogy kivel tart kapcsolatot, miről levelezik, miről gondolkodik, bármi felhasználható bárki ellen, hogyha el akarják kapni. Az ő ugye, Sztárai Mihály csak azért nem kerül eljárás alá, mert meghal addigra, de az ő baráti köréből számos ember a jakobinus összeesküvés vádlottjainak padján végző, vagy hát kerül hamarosan. És hát valószínűleg Dezsőfi ettől fél, és én úgy sejtem, hogy itt történik egy óriási irat megsemmisítés. Az a rengeteg irat, amit én ismerek, az majdnem mind 1805 után keletkezik. Mit lehet akkor csinálni? Ugye ez azt is jelenti, hogy a hivatali pálya akkor véget ért. A nagy birtok része a Dezsőfi családnak, ami a mai Szlovákia területén található és Finta település volt a központja, az a bátyjához került Dezsőfi Sámuelhez. Ő mit tehet ekkor? Ugye a testvéreivel osztást csinálnak, miután nem sikerül a hivatali pálya, és ő kisebb birtoktesteket szerez meg, ráadásul nagyon elszórtan egymástól. Két birtokot szerez, az egyik itt van Szent Mihályon, tehát ez az egyik birtoka, a másik pedig egy Alsó-Olysó nevű település Szlovákiának Eperjes kerületében, innen egy 200 kilométerre. Közte Kassán van egy háza, tehát kap még egy házat. Ugye abból él, hogy ezen a két birtokon gazdálkodik, illetve a házát kiadja. Ezekből lehet ekkor megélni, és ehhez az életformához az tartozik hozzá, hogy ugye a két birtok közül az egyik udvarházat felújítja, épít egy kastélyt, ez az a kastély, amiről eddig szó volt, és most sajnos nincs túl jó állapotban, de az a kastély az ekkor épül, és onnantól kezdve az egész élete szinte azzal telik, hogy ezt a 200 kilométert ingázza, tehát olyan két hetenként átutazik a másik birtokra intézkedni, majd hazautazik, kicsit neveli a gyerekeit, és nyilván télen kevesebbet utazik, de a nyárnak a nagy része gyakorlatilag folyamatosan azzal telik, hogy utazik. Panaszkodik is sokat, hogy a szekér, hogy összerázta a tagjait, meg hogy leesik út közben a lóról, kidől a szekérnek a kereke, ugye rossz utakon kell utazni, de az egész élete ezzel a gazdálkodással telik a továbbiakban. Ugye mit lehet még csinálni, hogyha az ember letelepedik és gazdálkodni kezd, tehát meg kell nősülni. Elveszi feleségül a Sztárai Mihálynak a lányát, tehát a korábbi főnökének a lányát, Sztárai Eleonórát, akitől születik négy darab gyermeke. Most mondok néhány szót mindegyik gyerekről, csak ugye ez a négy gyerek itt nőtt fel Szent Mihályon, és ő nekik ez volt a családi bázisuk, és egész életükben mindig ide tértek vissza, vagy hát egy részük itt is lakott élete végéig. Tehát néhány szót mondok róluk. A legidősebb Dezsőfi Virginia volt, aki egész életében itt lakott a Szent Mihályi kastélyban. Az apja halála után anyjával együtt, és utána egyedül ő igazgatta a Szent Mihályi birtokot. Soha nem ment férhez, és viszonylag kevés dolgot lehet róla tudni. Azt lehet tudni, hogy a tiszalöki plébánostól begyűjt egy réges-régi kódexet, amikor a Magyar Tudományos Akadémia ezeket gyűjti, és beküldi a Magyar Tudományos Akadémiának, és ezt a mai napig róla van elnevezve ez a nagyon régi magyar nyelvemlék, Virginia Kódex néven. De ezen kívül nagyon kevés információ van az életéről, mert ugye, ha férhez ment volna, akkor valószínűleg több mindent tudnánk.
Az idősebbik, a legidősebb fiú, ő már egy ismertebb figura lesz, Dezsőfi Audél, a reformkor egyik nagy politikus. Ugye mondtam, hogy most stratégiát kell alkotni egy családnak, hogy, hogy miként osztja el a fiúgyermekek között a birtokait. Dezsőfi József úgy dönt, hogy azt a pályát, amit ő nem futott be, a hivatali pályát, azt majd az ő idősebbik fia fogja befutni. Valószínűleg Aurélnak voltak a hasonló képességei, mint az édesapának, tehát akiről gyerekkorából az az információ van, hogy mikor elkezd megtanulni latinul, akkor egy hónap alatt megtanul latin nyelven, és hogy úgy tanul idegen nyelveket, hogy elolvassa a szöveget, és utána emlékezik a szavakra, és utána tudja őket. Tehát Auriel örökli az édesapjának a nagyon különleges adottságait. És hát el is indul Dezsőfi Auriel egy hivatali pályán, helytartó tanácsi titkár lesz, 1841-ben az uralkodó őt bízza meg azzal, hogy menjen ki Angliába, és az angol börtönöket tanulmányozza, hogy ott hogyan helyezik el a rabokat, és hogyan tartják őket, meg miként adnak nekik enni. Ezért, hogy az angol módszereket meg lehet-e honosítani a Habsburg birodalomban. És amikor hazajön 1841-42-ben, akkor a politikai életnek az egyik kulcsfigurájává válik egy nagyon rövid időre. Ő az, aki Kossuth Lajosnak a konzervatív legáldázza, konzervatív ellenfele lesz, és ő az, aki arra tesz egy nagy kísérletet, hogy az uralkodó és a magyar országgyűlés közötti nézeteltérésben, a magyar országgyűlésben az uralkodó álláspontját képviselje. 1842. februárjában Dezsőfi Auriel egyszer csak kap egy ingyulladást, és egy héten belül teljesen váratlanul meghal. A kortársakat teljesen ledöbbenti ez a váratlan haláleset. Ugye egy nagyon tehetséges ifjú politikus hal meg ilyen formán. A középső gyerek szintén egy sötét folt, ugye látszik, hogy azokról a gyerekekről nincsenek képeim sem, akikről kevesebbet lehet tudni. Ugye Dezsőfi Marcell, aki viszonylag hosszabb életet élt, ő az, akit az apa értelmiségi pályára szánt, nem hivatali pályára, hanem ekkor már lehetett gondolkozni abban, hogy értelmiséginek menjen valaki, és ezért őt filozófusnak tanította. Ennek megfelelően Dezsőfi Marcellnek van két vaskos filozófiai munkája, német nyelven ki vannak ezek adva. Szerintem a 19. század közepe óta csak én olvastam ezeket a filozófiai traktátusokat. És ezen kívül semmit nem lehet tudni Dezsőfi Marcellről. Élete nagyobbik részében, tehát 1849 után Fóton szerez egy birtokot nem messze Pestről, hogy közelebb legyen Pest kulturális életéhez, és ott él egész életében, és ott is hal meg. Felesége nincsen, gyermekei nincsenek. És akkor van még a legkisebb gyerek, Dezsőfi Emil. A Dezsőfi Emil gróf, ő az apja, ő neki akarja adni a birtokot. Ő a legkisebb, de neki van a legnagyobb affinitása a gazdaság iránt. Itt annyi jön közbe, hogy amikor Dezsőfi Auriel meghalt, hogy Dezsőfi Auriel addigra szervez egy pártot maga köré, amit fontolva haladóknak neveznek a korban, és ezt a konzervatív pártot valakinek át kell vennie, és Dezsőfi Emil az öccse bátyja halála után Pestre utazik, itt hagyja a gazdaságot Virginiára és az édesanyjára, és átveszi ezt a politikai szerepet. Ő az, akinek az a kétes dicsőség jut, hogy 1849 után a bakkorszakban megpróbál közvetíteni az uralkodóház és a magyar rendek között, ahhoz az arisztokrata társasághoz tartozik, akik uralkodópártiak, és hát nem véletlen, hogy ő az a kompromisszumos figura, akit ki lehet nevezni a Magyar Tudományos Akadémia elnökének, amikor 49 után egy
5-6 év szünet következik, és amikor újra alakul a Magyar Tudós Társaság, Magyar Tudományos Akadémia néven, akkor ki lehet nevezni elnökké, mert ő az, akit elfogadnak egymás között a magyar tudósok is, és akit az uralkodó is hajlandó figyelembe venni. De Dezsőfi Emil megmarad a gazdasági érdeklődése mellett, neki is van publikált életműve, ezek gazdasági tárgyúak, tehát például ír egy szakkönyvet, ma úgy mondanánk, hogy megvalósíthatósági tanulmányt arról, hogy a Budapest Fiume vasútvonalat érdemes-e megépíteni vagy nem, és amellett érve, hogy nagyon is érdemes volna ebbe sok pénzt belefektetni, és ugye hát nagyon komoly gazdasági számításokat végez, hogy ez miért érné meg. Tehát az ő értelmiségi pályája az leginkább gazdasági természeti ügyekre koncentrálódik. Ez lesz a gyerekekből. Térjünk vissza az édesapához, Józsefhez. Először megnézem a politikai pályáját, utána az irodalmi pályáját. Ugye a politikai pályája, miután a hivatali út bezáródik, ezután más szintérre helyeződik át. Ugye a vármegyei politizálás adódik, mint lehetőség, és hát mint főrendnek lehetősége volna főrendként belépni a magyar politikai életbe. Ez mit jelent? Ugye ebben az időszakban a úgynevezett kétkamarás parlamenti rendszer van Magyarországon, ugye diétának hívják a parlamentet, Magyarországgyűlést, és ennek két táblája van egy felső tábla és egy alsó tábla. A felső táblán születési előjogokkal lehet részt venni, tehát a magyar főrendek képviseltetik magukat. Egy Dezsőfi gróf, ha nagyon akarja, ide be tudja szervezni magát. A Józsefnek a bátyja, a Sámuel, az például több országgyűlésen is felső táblai tagként van jelen, illetve az egyházak vezető képviselői azok, akik itt még helyet kapnak. És van az alsó tábla, ami pedig úgy néz ki, hogy minden vármegye választ magának két darab követet, és ezeket a követeket küldik az alsó táblára. És Dezsőfi József esetében megint egy szokatlan utat látunk, mert nem a felső táblára megy, ahova beférhetne, hanem megválasztatja magát követnek, ami ugye egy komoly kampánymunkát is jelent a megyei nemesek körében, és nem is egyszer, és különböző vármegyékben ráadásul. Ugye az egymás után következő országgyűléseken mindig ott van, 1802-től 1827-ig. Ez azt jelenti, hogy 1802-ben Sáros vármegye küldi ki, ugye Alsó-Ossó Sáros vármegyében van, 1805-ben és 7-ben Zemplén vármegye, mert ott is van egy kis birtoka, 1811-ben és 25-ben pedig már Szabolcs vármegye képviseletében alsó táblai követként érkezik. Ugye mi ennek a jelentősége, hogy valaki alsó táblai követ? Ugye a törvényalkotás az úgy zajlik ebben az időben, hogy az alsó táblán ugye az uralkodó eleve akkor hív össze országgyűlést, hogyha valamit akar. Ugye itt ezek az időpontok, hogy 1802-5-7-11, itt háború zajlik Európában, katonákat szeretne, pénzt szeretne az uralkodó, azért hívja össze az országgyűlést. Tehát valamit akar, a rendek viszont valamit szeretnének cserébe kérni. Tehát a magyar nemesség mindig kér valamit az uralkodótól. Ezért van az, hogy a magyar történetírás folyton a Habsburg uralkodókat szidja, az osztrák történetírás meg a magyar nemeseket szidja, hogy miért bántották szegény osztrák uralkodót. Ugye ez egy egyeztetési folyamat a kettő között, ami úgy néz ki, hogy az alsó táblán a követek megfogalmaznak törvényjavaslatokat, illetve elmondják, hogy mik az ő sérelmeik, tehát panaszkodnak, elmondják a panaszaikat. Ezt felküldik a felső táblára, a felső tábla ezt megtárgyalja, hogyha nem ért egyet, akkor visszadobja az alsó táblának, hogy még beszélgessenek. Ha egyetért, akkor felküldi az uralkodónak. Ha az uralkodó egyetért, akkor szentesíti és aláírja, vagy visszaküldi
ismét a Magyar Országgyűlésnek. Tehát ez egy ilyen párbeszéd, ahol először az alsó-felső tábla beszélget, és utána pedig az uralkodóval beszélgetnek. Ugye, a Dezsőfi esetében azért éri meg az alsó táblán lenni, vagy azért fajsúlyosabb az alsó táblán lenni, mert ott gyártják a törvényjavaslatokat. Tehát ha felső táblán akarnak valamit, nem tudják megcsinálni, annyit csinálhatnak, hogy visszadobják az alsó tábla javaslatait. De ott nincsen törvényalkotás, az csak véleményezés van. De maga a sérelmeknek a megfogalmazása és a törvényeknek a megalkotása az alsó szinten zajlik. És Dezsőfi nagyon hamar felhívja magára a figyelmet. Szórványos adatokat publikáltak a II. Világháború előtt a bécsi titkosrendőrség jelentéseiből, ahol Dezsőfi egy fontos szereplő volt, állandóan róla publikáltak Bécsbe az országgyűlést megfigyelő spionok, hogy tudni illik, ez egy felforgató figura, valamit tenni kéne ellene, kompromitáló adatokat kellene gyűjteni, le kéne tartóztatni, és mindenféle egyéb változatos javaslatok fordulnak elő. Az egyik legveszélyesebb embernek tartják, azért, mert van önálló véleménye, és meg is tudja fogalmazni, és meggyőzi a többieket, és ez rendkívül veszélyes. Ugye milyen ügyekkel foglalkozik? Ugye még 1825 előtt felveti, hogy a magyar nyelv kérdését, hogy kellene egy magyar hivatali nyelv. Ő az, aki ugye itt a napóleoni háborúknak az egyik legnagyobb botránya az, hogy leértékeli az uralkodó a pénzt. Ő az egyik, aki a leghangosabban beszél ez ellen, és konkrét javaslatokat mond, hogy ezt hogy lehetne megakadályozni, hogy még egyszer elinflálják a magyar nemességnek a vagyonát. És hát ugye látszik, hogy egy nagyon veszélyes embernek tűnik ebből. Ugye ez sajnos ma már nem kutatható, tehát csak azt lehet tudni ebből, amit a II. Világháború előtt kiadtak, mert a Bécsben a II. Világháborúban leégett a titkosrendőrségi levéltár teljes egészében, úgyhogy ez sajnos már nem fog pontos, ez már nem fog bővülni ez az adat sor jelentős mértékben. És akkor ebben a politika történetben van egy kulminációs pont, ami a Dezsőfi életében is egy kulminációs pont. Ugye elérünk az 1825-27-es országgyűlésre, ami ugye az első magyar reform országgyűlés. Ugye itt van, hogy Széchenyi István felajánlja birtokainak egyéves jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. Dezsőfi is egy óriási összeget rápakol erre, és még néhányan. És itt látszik valami, hogy itt valami tényleg elindul. Ekkor indul a Széchenyi kezdeményezésére ugye a kaszinó, szintén Széchenyi kezdeményezésére elindul a lóverseny, ami úri társasági szórakozási helyszín. Tehát olyan helyszínek alakulnak, amelyek a vármegyei politikán kívüli új politikai terepek. Tehát ahol lehet beszélgetni, és lehet véleményt formálni, illetve elindul a Magyar Tudományos Akadémiának a megszervezése. Most ebben a helyzetben két különböző ügyben jelenik meg Dezsőfi nagyon aktívan. Az egyik az az, hogy 1827-ben a rendek nagyon lázadoznak, hogy az uralkodó be akarja rekeszteni az országgyűlést, és az a kompromisszum jön létre, hogy az uralkodó megengedi, hogy úgynevezett regnikoláris bizottságok alakuljanak. Ezek szakbizottságok, akik törvényjavaslatokat készítenek elő a következő országgyűlésre, hogy ott már ne a semmiből kezdje a munkáját az országgyűlés, és illetve megengedi a Magyar Tudományos Akadémia felállítását. Most Dezsőfi tagja ennek a regnikoláris bizottságnak, a közjogi bizottságnak a tagja, ahol törvényjavaslatokról beszélnek, és az egyik fontos kérdése ennek az időszaknak a sajtószabadság ügye. Magyarországon előzetes cenzúra van, ami azt jelenti, hogy bármit publikálni akarnak, be kell adni előre, és a cenzor kihúzza a nem megfelelő részeket, és úgy lehet megjelentetni. A rendeknek ez nem tetszik politikai okokból, azért, mert a rendek azt szeretnék, hogyha
a megyei közgyűlések jegyzőkönyveit bármikor szabadon kinyomtathatnák, mert korábban a cenzorok ezt előszeretettel betiltották, hogy a többi vármegye ne tudja elolvasni, hogy a másik vármegye mit szervezkedik és mit csinál. És benyújtott, és készített ez a bizottság egy olyan törvényjavaslatot, hogy maradjon a cenzúra, de ezentúl a vármegyéknél legyen, tehát a vármegye csinálja a cenzúrát. Dezsőfi írt egy külön véleményt, ahogy manapság az alkotmánybíróságon egy alkotmánybíró is írhat kilométeres külön véleményeket. Dezsőfi József írt egy irdatlanul hosszú külön véleményt sajtószabadság ügyében, ahol gyakorlatilag először javasolta azt, hogy töröljék el a cenzúrát úgy, ahogy van. Semmi értelme a cenzúrának, mindenki publikálhasson azt, amit akar, majd hogyha valaki megsértette az uralkodót, vagy vallásgyalázó művészet közé, azt utólag kérjék számon, hogy hogy tehetett ilyet. És emögé egy irdatlanul hosszú filozófiai, közjogi érvelést kanyarít latin nyelven, és kiáll a sajtószabadság mellett. Ezzel párhuzamosan zajlik életének legnagyobb nyilvános botránya a hitelnek a vitája. Széchenyi István megírja a Hitel című művét, 1830-ban megjelenik, és ugye Széchenyinek az alap problémája, ugye a kiinduló anekdotája az, hogy nem kapott hitelt Bécsben, és ez a műve, ez egy gazdasági szakmunkának tetteti magát, ami amellett érve, hogy hitelezni kéne nemesek számára is, és hogy forgótőke kellene, de ez csak a kiinduló pont, ha az ember túlmegy az első fejezeten, akkor rögtön azon kapja magát, hogy a hitel az valami metaforikus tartalom, ami a bizalomról és a társadalom teljes újjászervezéséről szól, és egy irdatlanul nagy víziót kapunk arról, hogy itt az egész magyar társadalmat fel kell forgatni és újra kell alakítani. Most erre a nagyszabású vízióra Dezsőfi József ír egy választ, aminek az a címe, hogy taglalat. És ebben a válaszban tulajdonképpen ő azt gondolja, hogy támogatja Széchenyit, de megfogalmaz bírálatot is természetesen. A Széchenyi irdatlanul megsértődik ezen, és erre válaszképpen megírja a Világ című munkáját, ami egymaga hosszabb, mint a hitel meg a taglalat volt külön-külön, ahol elképesztő sértéseket vág hozzá Dezsőfihez amúgy úgy meresleg, és ahol megint azt mondja, hogy én most tételről tételre cáfolni fogom, hogy mit mondott ez a Dezsőfi, elkezdi cáfolni, és az 50. oldal után már szóba se hozza Dezsőfit, hanem a magyar társadalomról, a jövőképről, és egyéb vízióiról beszél folyamatosan. Na most ez egy nagyon érdekes vita, a Széchenyi hihetetlenül agresszívan reagál a Dezsőfi bírálatra, miközben a Dezsőfi tényleg abban a hiszemben írja meg, hogy ő támogatója a Széchenyinek, meg hogy amúgy jó barátok voltak egészen eddig a vitáig, viszont az utókor számára ez lepárlódott ez az egész azzá, hogy Széchenyi volt a haladó reformértelmiségi, szemben ezzel a maradi, begyökösödött Dezsőfi gróffal, aki nem értett semmit az egészből, és hogy meg akarta menteni a feudalizmust, és ugye hasonlókat szokás erről mondani. De tény, ami tény, hogy Dezsőfinek a hírneve itt nagyon-nagyon zuhan, hiába ötszörös országgyűlési követ, egy pillanat alatt eliminálódik az egész, és ahogy Széchenyinek a kultusza emelkedik, Dezsőfi úgy válik egy ilyen ördögi negatív figurává, aki meg akarta gátolni ezt a derék Széchenyit, és hogy akarva akaratlan az uralkodó szekerét tolta, aki meg akarta állítani a magyar reformkor lehetséges vívmányait. Tehát ez volt az egyik. A másik az irodalmi pálya. Itt is itt lett volna egy ilyen képem. Itt is jól indul a Dezsőfi. Korának egyik költője, akinek versei minden jelentősebb helyen megjelennek, bár gyűjteményes kötete aztán végül nem jelenik meg. Kiadója a
Felső Magyarországi Minerva című folyóiratnak, ami a korszak egyik legjelentősebb művészeti folyóirata. Mecénásként működik, van egy regénye, Bártfai Levelek címen. Tehát, hogy nem egy jelentős író, de úgy be van forgatva a magyar irodalmi rendszerbe. És itt is történik egy hirtelen váltás, és ez is pont 1830-ban esik meg Dezsőfi Józseffel. Ez a Conversations Lexiconi Per nevű eseménysor. Ez itt Bajza József fiatalon a hátam mögött. Nagyjából annyi történt, hogy egy vállalkozó ki akart adni egy úgynevezett társalgási lexikont, Conversations Lexikont. Ez egy ilyen művelődési lexikon, mint a Révai Nagy Lexikon, vagy ilyesmi, vagy a Palace Lexikon, vagy ma a Wikipédia, csak sokkal kisebb. Tehát ki akart adni egy lexikont, ami úgy nézett volna ki, hogy egy német, egy osztrák lexikont lefordítottak volna, illetve kiegészítették volna magyar cikkekkel. A Pesten egy fiatal értelmiségi kör irdatlan hívvel neki megy ennek a vállalkozásnak. Gyakorlatilag kardot rántanak és bejelentik, hogy ők ezt most csődbe fogják vinni, és megakadályozzák, hogy ez a vállalkozás megjelenhessen, mert hogy szerintük bűncselekmény egy ilyen fontos lexikon ekkora pancserekre bízni. Ez egy generációs probléma. Az, hogy a 30 éves Bajza József, az ifjú Toldi Ferenc vagy Vörös Marti Mihály így gondolják, hogy az idősebbek kezéből ezt ki kell ütni, ezt a lexikont. Nem szabad, hogy ők írják meg. És ez a konverzáció az lexikoni kör, ahol Dezsőfi József is szerepel egy nagyobb röpirattal, és a pörnek az egyik legismertebb írása, az Bajza József válasza Dezsőfinek, ahol tényleg így verbálisan gyakorlatilag megsemmisíti a gróf ellenfelét, és bejelenti, hogy ő nem hagyja, hogy itt az arisztokraták és a grófok belé folytsák a szót, mert az írók köztársaságában mindenki megszólalhat, és micsoda dolog az, hogy a Dezsőfi nem akarja, hogy ő megszólal. Dezsőfi amúgy soha nem mondott ilyet, hogy soha nem élt vissza a grófi rangjával, de retorikailag a Bajza tényleg fantasztikus, tehát hogyha akarnak igazán színvonalas gúnyolódást és megsemmisítő érvelést olvasni, akkor ezt mindenkinek ajánlom. Tényleg a Bajza az zseniális ebben, és hogyha ezen mérnénk a dolgot, akkor tényleg győzedelmeskedik Dezsőfi felett. Az utókor ezt úgy ítélte meg, hogy Dezsőfi itt megsemmisült. Ugye 1830-ban egymás mellett két vitában is egy ilyen karaktergyilkosság történik, ilyen mai szóval mondjam. Tehát Dezsőfi József nimbusza hihetetlen nagyot zuhan, és ez az oka annak, amiről az elején beszéltem, hogy így ott van háttérfiguraként, de valahogy még sincs ott, nem éri meg vele foglalkozni, csak valakinek az árnyékában. Na most még egy nagyon picit beszélek arról, hogy miként is kell érteni, nézem, hogy mióta beszélek, jó régóta, akkor hogy miként is kell érteni azt, amit az én könyvemnek is az a címe, hogy élet és irodalom. Az az alcíme, hogy az irodalom társadalmi használata Gróf Dezsőfi József életművében. Mit jelent ez az élet és irodalomnak az összefüggése? Akkor, mivel nagyon eldumáltam az időt így az életmű egészének az összefoglalásával, egy példát mondok az egészből, hogy miként kell ezt érteni. Ugye nem tudom, feltűnt-e, hogy elég fura nevük van ezeknek a Dezsőfi gyerekeknek. Persze az arisztokratáktól ugye mindenki telik, de a maga korában is ez egy fura dolog volt. Ugye Virginia, Aurél, Marcel és Emil. Hát
19. század elején nem sokan nevezték így a gyerekeiket Magyarországon, sőt, meglehetősen szokatlan volt az, hogy egy családban, egy nemesi családban nem az adott ágnak megfelelő neveket osztogatják. Tehát például, ha megnézzük a családfájukat, akkor a Dezsőfi Józsefnek az ágán, ugye a bátyját Sámuelnek hívták, az öcsét Istvánnak, az apját Istvánnak, az apja testvérét Sámuelnek, a másik testvérét Józsefnek, a nagyapjukat Sámuelnek. Tehát látszik, hogy három fiú névvel dolgoznak. Nagyjából még egy-egy Ferenc előfordult, hogyha több gyermek született. József ezt teljesen keresztül húzza, megtöri azzal, hogy egy ilyen nagyon fura névhalmazt ad. Föl is olvasok egy leveléből, ahol ír erről, Kazinczy Ferencnek írja, hogy a csekvészi gróf Eszterházy Ferenc mosony hajdani főispánja, feleségem anyja bátyja, ugye anyai nagybátyja, volt Aurélon keresztapatja. Ő kissé megbotránkozik-e pogány névvel, melyet egy igen nagy római császár jelesítte, azt írván nekem, miért nem választok keresztény neveket. Én utána megmagyaráztam volna, hogy ez nem történt különbségi hajlamból, hanem mivel családunk törzsök fáján annyi századok lefolytán keresztül igen gyakran ismételtednek azon egy keresztnevek, amit mondtam is az előbb, melyek idő folytával a hátunk mögött maradott távolságban tekintve nagyon összeszorulnak, és így a család történeteiben zavart vagy legalább alkalmatlanságot okoznak, találtam jónak római nevet választani fiam számára. Ugye hát elmondja, hogy hogyan magyarázkodott az Eszterházy gróf előtt, hogy ilyen nagyon fura nevet választott. De ugye elmondja azt is, hogy honnan van ez a név, ugye egy római császárnak a nevét adta a fiának. Ugye itt jön az, hogy nála egyszerűen az, hogy nevet adunk a gyermekünknek, az nem azt jelenti, hogy kiválasztunk egy családilag hagyományozott nevet. Nem azt jelenti, még csak nem is azt jelenti, amit manapság, hogy valami jó divatot, hogy ez olyan jól hangzik, vagy nem tudom, hasonló érveink szoktak lenni, hanem azt jelenti, hogy ő azáltal, hogy ilyen neveket választ, predesztinálni is akarja a gyerekeket valamilyen műveltségi anyagra. Tehát a névválasztásban benne van az is, hogy ő milyen kultúrát képzel el a gyerekének, és hogy milyen kultúra szerint kívánja nevelni a gyermekeit. Ilyen formán lesz Dezsőfi Virginia az időszámításunk előtt 5. században élt Virginius lányára egy utalás, aki Szűzi erényeiről volt ismeretes, és amúgy nem egy vidám történetben szerepel, mert végül saját apja ölte meg azért, hogy Appius Claudius Decemvir nehogy megbecstelenítse ezt a szegény Virginiát. Egy antik történet, ahol a szűzi erények melletti kiállás és az apa hősies védelme domborodik ki erények mellett. Aurel nevét kell a legkevésbé magyarázni, ugye Marcus Aurelius római császárról van szó, aki a sztoikus bölcsességnek az egyik mintapéldája, és Marcus Aurelius életrajza közismert ebben az időszakban. Morcál neve szintén római, Marcus Claudius Marcellus után kapta, aki görögös műveltséget nagyon nagyra tartó római politikus volt, és aki kiállt amellett, hogy a görögös műveltséget be kell építeni a római kultúrába. És hát végül Emil a legérdekesebb, mert ő pedig Rousseau Emilje után kapja a nevét. Ugye Jean-Jacques Rousseau írt egy nevelési regényt egy Emil nevű fiúnak a neveltetéséről, ugye a természetes nevelésről, amit ilyen ebben az időszakban konkrétan maga Dezsőfi József is nevelési tanácsadóként olvas, hogy igen, így kell felnevelni egy valamire való gyermeket, és ez a jelzés, hogy ő Emilnek hívja a gyerekét, amely név amúgy magyarul korábban nem létezett, ez egy jelzés arra nézvést, hogy én e szerint, Rousseau szerint fogom nevelni ezt a gyermeket. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy számára a kultúra az nem egy kívülről megélt valami, hanem a mindennapi
életének a legszervesebb része, és minden egyes gesztusában, amit tesz, valamilyen kulturális utalásra hivatkozik. Különletes a Kazincival folytatott levelezése, amiről eddig még nem mondtam túl sokat. 1860 és 64 között három vaskos kötetben adta ki a Kazinci unokaöccse, Kazinci Gábor. Nyilván az Emil adta oda a Kazinci leveleit neki, és nála voltak a nagybátyának a levelei, és ezt rakta össze. Kazincinak egyetlen egy ilyen kitartó barátja sem volt, aki gyakorlatilag a pálya teljes egészében az elejétől a végéig folyamatosan levelezett vele. Kazinci mindenkivel összeveszett előbb vagy utóbb. Mindig sok barátja volt, de olyan nem volt, akivel nem veszett volna össze. Dezsőfi ezek közé tartozott, miközben az égvilágon semmiben nem értettek egyet. Nagy rész se politikai, se irodalmi kérdésekben az ízlésük teljesen különböző volt. Egy dologban egyetértettek, azt, hogy hogy az életünket úgy kell élni, hogy minden egyes gesztusunk kultúrateremtő legyen. Kazinci így hozza létre szép hangon a maga kuriáját, amit a magyar kultúra ilyen kis mikrokosmoszává akar tenni, ahol a bölcsesség szálai találkoznak. Ugyanilyen ambíciói voltak a Szent Mihályi kastéllyal Dezsőfi Józsefnek is. Persze itt egy jóval kiterjedtebb gazdasági vállalkozásról is szó van, de ugyanez a műveltségteremtő, központteremtő szándék benne van az ő kastélyépítésében. És nagyon jellemző, hogy a Kazinci gyermekek neve is hasonlóképpen alakult, tehát neki is van egy Emil nevű fia, és az ő gyermekei is nagyon fura neveket kapnak, mondjuk Kazinci Antonius Sofron, hogy egy ilyen gyönyörű nevet mondjak, vagy másik értelmiség, tehát hogy egy nagyon szűk értelmiségi kör volt az, aki ezt így gondolta, hogy ezt így kell csinálni. Mondjuk Rát Mátyásnak Szokratész nemű fia volt, amit ezek nagyon különleges névadások. És ha beleolvasunk ebbe a Kazincival folytatott levelezésbe, akkor ott valami egészen elképesztő műveltségtenger ömlik az emberre, és úgy utalgatnak a legkülönbözőbb antik szerzők félmondataira, metaforáira, hogy az ember csak kapkodja a fejét, és hogyha megpróbáljuk összeszedni azt, hogy mi mindent tartalmaznak ezek a műveltségi utalások, akkor tényleg arra jutunk, hogy ezek az emberek csak ebben egy ilyen műveltséghálóban, műveltségszerkezetben tudtak gondolkodni. Erre a könyvemnek a bevezető példája az egy olyan eset, ahol 1815 áprilisában itt a Szent Mihályi határban valaki öngyilkos lesz, felakasztja magát a határban. És van egy olyan népi babona, hogyha öngyilkos találnak, akasztott ember találnak a határban, akkor a jégeső el fogja verni a termést. És a Dezsőfi gróf ír egy levelet a Kazincinak, ahol azon méltatlankodik, hogy az ő parasztjai ezt komolyan veszik és rettegnek a jégesőtől. És mindössze az egész esetről egy öt mondatot, de ebben az öt mondatban, úgyhogy nem mond neveket, benne van egy utalás egy Lessing drámára, egy Metastázió drámára, ugye ezek a saját koruknak a drámái, számított rá, hogy ezeket elismeri, mert Kazinci mind a kettőt lefordította magyarra korábban. Van egy utalás Plutarchoszra, Ovidiuszra, és van egy vallási utalás, teológiai utalás, amit nem sikerült azonosítanom. Ez öt mondaton belül, és egyik sem explicit utalás, tehát nem azt mondja, hogy Ovidius azt mondja, hogy, hanem egy-egy fél mondat, és mindez egy ilyen banális eset miatt, ami neki problémát okoz, tulajdonképpen annyit akart elmesélni, hogy most ezért nem tud elutazni, mert itt ezzel kell foglalkozni, hogy be kell jelenteni ezt a halálesetet, és ezt a szomorú ügyet el kell rendeznie. De minden egyes ilyen esetben ugye ezzel jön elő. Most ez az, ami az 1830-as évek elejének a vitáiban Dezsőfivel szembefordul, ami az ő legnagyobb erénye, a műveltsége,
hogy tudnélik, Bajza is és Széchenyi is úgy állítja be őt, mint egy bogaras őrültet, akinek mindenről csak Horácius és Vergilius idézetek jutnak az eszébe. Ugye Bajza azt mondja róla, hogy annyi minden van a fejének bográcsában, hogy nem tud belőle semmit értelmeset kifejezni. Tehát túl sok mindent főz odabent az agyában Dezsőfi Gróf. Jó, azt gondolom sejtik, hogy még egy 2-3 órát itt tök simán beszélek, de Dezsőfitől megtanultam, hogy a mértéktartás ez egy nagyon nagy erény, úgyhogy ezen a ponton én abba hagyom, és ugye úgy vagyok tájékoztatva, hogy lehet kérdezni, és akkor nagyon szívesen válaszolok bármilyen kérdésre. Köszönöm szépen! No hát akkor szabad a pálya. Nem tudom ki, hogy van vele, én nekem csodálatos, óriási fehér volt kezdve szürkül. Lehet már megkérdezni, mert mondjuk emészteni kell ezt a dolgot, én úgy gondolom. Nekem legalábbis. Kiben van esetleg kérdés Józseffel kapcsolatosan, az életével kapcsolatosan, politikai pályájával, irodalmi műveivel kapcsolatosan? Sáros vármegyében, egy másik Dezsőfi kastélyban az apjának egy Kriván nevű falu volt a központja, a Szlovákiában van. Ugye nagyjából így Sáros, Zemplén, Szabolcs vármegyék voltak, ahol a Dezsőfi birtokok, a grófi birtokok elterültek, és akkor ugye ezeket osztogatták egymás között, és ugye a legidősebb fivér vitte el a Sáros vármegyei nagy birtokokat, és ezt a Szabolcsit kapta a József, és Zemplént kapta az öcsük, az István gróf. És hát nyilván az Aurél, ugye ezt az ágat úgy hívják, hogy Aurél ág, ugye az egyik legismertebb tagról. Ugye Emilnek voltak gyermekei, ő is a bátyja után Aurélnak nevezte a fiát, és az ő fia 1928-ban halt meg, és ez az ág ez akkor kihalt Dezsőfi Aurélval. Egy nagyon különös dolog, hogy itt se Marcellnak, se Virginiának nem voltak utódai, érte Aurél fiatalon meghalt, és ugye a négy testvérből csak az egyik alapított családot, ezt nem lehet tudni, hogy miért alakult így. És de az ő fia is sem alakult, tehát az ő fia sem alapított családot. Talábbi kérdések? Nekem van. A Magyar Tudományos Akadémia alapítása idejében ugye mondtad, hogy hatalmas összeget ajánlott fel. Van-e írásos emléke ezzel kapcsolatosan, hogy honnan tudta ezt a pénzt előteremteni? Hogyha csak ennyi birtoka volt, akkor mégis le tudta tenni az asztalra, mert tudjuk, hogy ellentétben a Széchenyivel azonnal le tudta adni ezt a pénzt. Na, ez egy fogós kérdés lesz, hogy mit jelent az, hogy mondtam, hogy a kisebb birtoktesteket kapja, hogy ez vajon mit jelent? Mert ez ugye ez egy relatív dolog, hogy kisebb, tehát a bátyái volt majdnem egész Sáros vármegye, ahhoz képest neki kisebb birtoka volt Szabolcsban, de én pontosan nem tudom, hogy ez a gazdaság mekkora volt, mert nem vagyok gazdaságtörténész. Rengeteg gazdasági irat van az országos levéltárban a Szent Mihályi birtokkal kapcsolatban. De az látszik, hogy kultúrafinanszírozás olyan léptékben költött a Dezsőfi József, hogy ez nyilván az érdeklődésén is múlott, de itt nyilván egy magyar viszonylatban egy óriási vagyonról van szó. Tehát amit itt mutattam, hogy a felső-magyarországi Minervát, ami egy rendes folyóirat volt, rendszeresen megjelent, abban emberek publikáltak, volt egy, az ő titkára szerkesztette, tehát nem ő személyesen irányította a dolgot, de fizetett egy embert, aki ezt szerkeszti, kifizette az egésznek a kinyomtatását, a terjesztését, a terjesztői hálózatot,
Ez egy egészen elképesztő anyagi ráfordítás valamire. Úgyhogy valószínűleg ez az összeg, ez rendelkezésére állt, és ezt fel tudta áldozni, de ez még így is kimagasló. Ugye a Széchenyi gesztusa az felfoghatatlan gesztus volt a maga korában is. Most képzeljék el, hogy az OTP bank elnöke kiállna és azt mondaná, hogy egy évi jutalékomat odaadom valami nemes célra. Alapított ő is alapítvány, de azért a léptéknek a kérdése, hogy az iszonyatos pénz. És hát az egy évi vagyonát valaki odaadja, hát az látszik, hogy ez tényleg áldozat. Tehát, hogy az nem kis pálya. És hát ez nyilván a többieket is felhúzta egy kicsit, hogy akkor itt most valami nagyot kell adni, mert különben ciki lesz, hogy én csak ennyit adtam. És akkor egy egészen hatalmas összeg jött össze a Magyar Tudományos Akadémiára. Még azt akartam mondani ezzel kapcsolatban, ami nagyon érdekes, hogy viszont amikor a Bártfai leveleket kiadja a regényét, illetve hát egyszer lehet tudni, hogy ki akarja adni a verseit, akkor viszont azt nem fizeti ki magának, hanem úgy képzeli el, hogy ez üzleti vállalkozás. Tehát a Bártfai leveleket kiadja, és elkezdik terjeszteni, és ő azt képzeli, hogy abból bevétel lesz. Tehát direkt nem ad saját magának pénzt, nem jelenteti meg a saját verses kötetét sem, mert azt akarja, hogy egy könyvkiadó erre fektessen be, és úgy jelenjen meg, hogy ne saját magát pénzelje. Más kérdés, hogy a Bártfai levelet nem bizonyult könyvsikernek, és ez nem jött be, és a saját verses kötete sem jelent így meg. Élete végéről nem sokat meséltél. Hát ugye jó hosszú ideig élt. Ebben az időszakban hűha gyorsan fejszámolás 71-től 43-ig, tehát akkor az 72 évig élt. Ebben az időszakban 72 évig élni az egészen kimagaslóan magas jelent. Ugye 1830 után ő már egy nagyon idős embernek számít, és visszavonul a Szent Mihályi birtokára, és akkor gyakorlatilag a családnak a nyilvános szerepléseit már a fiai viszik, tehát az Aurél és az Emil, a vármegyei politikától is visszavonul, és nagyjából itt van. Ami érdekes, hogy élete végén szerencsétlen módon megéli a saját fiának a halálát, és ezek után nagyon különös módon az uralkodó meghívja saját magához, és 1842 végén ellátogat Bécsbe, ez az utolsó nagy utazása, és fogadja őt Metternich herceg, az uralkodó maga, és hát ez az uralkodó háznak ez egy tiszteletadása a Dezsőfi Aurél iránt. Meséltem, hogy ott elég jó pályát futott be Dezsőfi Aurél, és onnan hazafelé menet hal meg Pesten Dezsőfi József a Emil fiának a pesti házában, tehát már nem sikerül hazafelé. Az, hogy ennyire idősen egy ilyen útba belevágott, az valószínűleg tényleg az uralkodó kellett, hogy meghívja az ember, tehát hogy enélkül már valószínűleg nem ment volna. Igen, nem épült még meg az autópálya Bécsi. Már tervezték. Kérdések van-e ezzel kapcsolatosan? Olvastam magam, hogy május 1-én vagy 2-a volt a halála napja, ugye ez többször megjelent, vagy több helyen, és utána a lexikonokban pedig 15-e van. Ugye ez mi okozza ezt az eltérést? Hát itt van, ugye Pesten hal meg, ebben az időszakban a temetést viszonylag gyorsan leszokták rendezni, de ez egy speciális eset volt abban a tekintetben, hogy mindenképpen haza kellett hozni a családi sírboltba, és szerintem a halálozásnak és a temetésnek az időpontja összekeveredett. Ugyanez szokott megtörténni a születéseknél is, hogy általában
Tehát amikor Petőfinél vitatkoznak, hogy december 31-én vagy január 1-én születette, ugye azért van, mert egy gyerek megszületik, másnap keresztelik, és általában a keresztelés időpontja az, ami születés időpontjaként elterjed a későbbiekben, de van, hogy aznap megkeresztelik, tehát pontosan nem lehet tudni, hogy mi van. Ugye azért aznap, mert, vagy másnap, mert hogy akkora volt a gyermekhalandóság, hogy mindenképpen nagyon gyorsan megkereszteltek minden gyereket, hogy nehogy baj legyen, nehogy pogányként. Nem volt megkeresztelve, nem lehet elsőnök. További kérdések vannak? Emésztelikkel, ugye? Akkor közben bemutattam azért a meglepetésünket, ez tegnapi ajándék, ugye Dezsőfi Józsefről az, hogy itt a családi könyvtára itt működött, és hogy a Szent Mihályi birtok, és hát mi már akkor Bücsen Mihályt mondott, tehát Bücsen Mihályi pecsét, ez sok helyen még megtalálható, én tudok róla. Ugye mindenki tudja nagyon jól, hogy a könyvtárat 1945-ben, mikor szépen a németek után a szovjetok elfoglalták, akkor a könyvek voltak a sárlatapostán, konkrétan, tehát a sárlatapostán őket, ezt mindenki nagyon jól tudja a városban. Azért egy-két könyv megmenekült, és József a Minerváiból is van egy pár saját kötetünk, de azért akinél van, azért szeretném mondani, hogy mi nagyon-nagyon szeretjük ámítani ezt a dolgot, és itt került tegnap előtt hozzánk ez a Dezsőfi József és Kazinczy Ferenc által publikált 1811-ben nyomtatásba került, és ahogy már mondtad, Gábor, Zemplén vármegyei rendeihez egy ilyen irat, egy iromány. Úgyhogy ezt közkézre fogjuk itt majd bocsátani, akit érdekel a nyelvezete ennek a korszaknak, mert amit a levélrészleteket is felolvastál, szerintem egy olyan izgalmas korszak jelenik meg előttünk. Szerintem sokkal szebb nyelvezete van, mint a jelenlegi Facebookos like és post és gyorsított és rövidített eljárásnak. Úgyhogy ezt szívesen majd megmutatjuk mindenki számára, hogy két ilyen nagy elme, hogy is alkotott és mit is készített itt a kezünkben megtekinthető. A Szent Mihályi könyvtárról annyit sikerült kinyomoznom, hogy a könyvtár állományának a jelentős része, a törzs állományának a jelentős része az a Debreceni Egyetemi Könyvtárban van. Tehát valószínűleg a Debreceni Egyetem részéről megjelentek itt II. Világháború után valamikor, és berakták a csomagtartóba, és elvitték, és az egyetemi könyvtár állományába olvasztották. Ugye a főúti kastélyokat államosították, és ez nyilván akkor történhetett. De ez nyilván a maradék, mert számos helyen tűnnek fel ezek a könyvek. Ami a kéziratos anyagokat illeti viszont, ennek két útja volt, és itt a két világháború meghatározó. Az egyik, hogy a Dezsőfi családnak, mint minden nagyobb arisztokrata családnak volt központi levéltára, és ez a központi levéltár itt Fintán volt ennél a családnál, úgyhogy a Józsefnek is az anyagainak egy jelentős része Fintán van, a peres iratai, a gazdasági iratai, családi jegyzőkönyvek, mindenféle feljegyzések. Ezek kerültek a két világháború között az országos levéltárba. 1935-ben a magyar állam megvásárolta a Csehszlovákiától ezt a levéltárat, és akkor átszállították, és sikerült 1967-ben katalogizálni, tehát egy 30 évig ott porosodott, és akkor végül sikerült megnézni, hogy mi van benne. Tehát ez az egyik fő forrás. Egy másik része viszont itt maradt a Szent Mihályi kastélyban, és ezt az óriási iratanyagot pedig a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára vitte el valamikor. Az 50-es években katalogizálták, 57-ben, tehát ez azt sejteti, hogy valamikor a Rákosi korszakban, amikor államosították a kastélyt, akkor lejött egy tudományos bizottság, és úgy döntött, hogy az akadémián a helye ennek az anyagnak, és ezt az egészet átszállították a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárába, és jelenleg is ott megtalálható és kutatható. Ez amúgy Szent Mihálynak veszteség, de a magyar tudománynak ez nem egy rossz megoldás, hiszen legalább ez az anyag nem szóródott szét, hanem egy archívumban ott van és megtalálható és kutatható. Rendben van téve, tehát legalább megvan, tehát igazából két világháború átment ezen az anyagon, és ehhez képest
még mindig megvan, ami azt hiszem, hogy ebben az esetben sikerként tartható számon. Itt a sztár, van egy kollégám, aki a Sztárai családot kutatja, pont ezt a Sztárai Mihályt, és mondja, hogy szlovákiai levéltárakban van beömlesztve a Sztárai vagyoték, úgyhogy így be van dobva néhány eldobott, vagy ilyen eldugott zugba, és akkor őt így beengedik oda, hogy itt a magyar kutató, és beengedik őt egy ilyen pici szobába, és akkor ilyen lapáttal így hányja a kéziratokat, és próbálja így összerakni, megtalálni. Tehát teljesen rendszerezetlenül, rendetlenül, össze-vissza rohadnak az anyagok, mert hát a szlovákokat nem érdekli, pont erre a családra nem állt rá senki. 30-as években is valószínűleg a Dezsőfi család anyaga azért kerülhetett Magyarországra, mert a Dezsőfi család tett lépéseket, hogy ez megtörténjen. Tehát, hogy nem a csehszlovák állam akart ettől megszabadulni olyan nagyon, nem is a magyar állam akart ezt olyan nagyon, hanem a Dezsőfi család elintézte, hogy átkerüljön. Ez csak így adalékként, hogy mi a helyzet ezekkel a történeti kutatásokkal. Hát ez jó érmény a Dezsőfi kutatónak, főleg az én kollégámnak. Úgyhogy... Lesz fog. Lesz mit is kutatni akkor a Szent Mihállyal kapcsolatosan. Hát szerintem egy óriási történeti anyag a mi településünkkel kapcsolatosan, és sok minden 18-19. Századból szerintem sok mindent megtudhatunk. Vannak-e még kérdések? Ha nincsenek, akkor még én két gondolatot szeretnék. Először is meg szeretném Gábornak köszönni az előadást, mert hát nekem ez egy hatalmas élmény volt. És helyi párlat, nem tudom mennyire szereted, de egy kis szilva pálinka. Köszönjük szépen! Még ma este megnézem. És még néhány dologra hívnám fel a figyelmet, ahogy említettem, a Szabad Egyetemi sorozatunk tovább folytatódik. Az egyik része az a Dezsőfi család lesz, ami szeptemberben fog majd reménység szerint kidomborodni a konferencia keretében, mivel majd Gábort is szeretettel várjuk, míg a program az természetesen áll, hiszen van több ember is, aki kutat ebbe, szerintem sokan ismeri Komisszár Jénest, aki a tavalyi folyamára Kornis családba vezetett el bennünket, ő a Szabolcsi Dezsőfi családdal nagyon sokat foglalkozott, nem csak a Királytelki részével, hanem a Szent Mihály részével is, és az ő egyik publikációját mi fontosnak tartjuk majd, hogy közkézre is bocsássuk. Ezen kívül még a következő alkalmunk március 9-én délután 5 órakor lesz, akkor egy kicsit nem a történelem, hanem a néprajz kerül középpontba, méghozzá a mi megyénk néprajza. Jászberényből egy néptánc oktatónak a fotósorozata fog ide kerülni, és a megyei néptánc viseleti anyagból kerül bemutatásra Sipos Eszternek a magángyűjtemény, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra, aki a néptáncot, a népi hagyományokat, a viseleteket szereti. Hát ez egy kicsi külalak is inkább. És ehhez kapcsolódóan március 15-én nemzeti ünnepünk és múzeumunk névadójáról is megemlékezünk délután, a városi rendezvény után saját rendezvényünkben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei népművészetnek kötet nemrégiben jelent meg, sokan már szerintem hallották, egy vaskos könyv, egy gyönyörű, szép és értékes. Dr. Ratko Lujza szerkesztette ezt a kiadványt és mutatja be ezt a gyönyörű szép monográfiát. Hogy erre is várunk mindenkit szeretettel, és reményszer szerint akkor lesz egy kis meglepetés a múzeumnak is, hiszen a múzeum alapítónkra is meg fogunk emlékezni. Ugyanis sok írományát sokan nem ismerik, úgyhogy reménység szerint ezt is mi egy kötetben megmutatjuk. Várunk tehát mindenkit szeretettel, lehet még beszélgetni Gáborral is, és mindenkit várunk egy kis vendégségbe, a tárlatainkat még ott a túloldalon meg lehet tekinteni, úgyhogy mindenkinek ez jó társalgást kívánok, és elvárjuk mindenkit a legközelebbi alkalommal. Köszönjük szépen!